tegye fel a kezét az, aki jól érzi magát. Van olyan település Borsodból, amelynek kisgyerekei még soha nem látták a Balatont. Ők az ár után először mehettek a magyar tengerbe. A Fidesz nőtagozata 220 kisgyerek táboroztatását szervezte meg, míg szüleik takarítanak és újjáépítenek, addig ők Fonyódligeten táboroznak. A tagozat alelnöke további segítséget kér és a pszichológusok összefogását sürgeti. Két gyermeket be kellett vinni a kaposvári kórházba, mert olyan tüneteket produkáltak tegnap délután, ami arra utalt, hogy pszichésen valami probléma van velük, és most ki is vizsgálják őket, tehát egyértelműen bebizonyosodott, hogy olyan mértékű szorongás van bennük, félelem, ugye, amit át kellett élniük is sokkot okozott náluk, és ez a bizonytalanság, hogy mire megyünk vissza, mi történik otthon. Patrik Szikszóról jött, édesanyja és édesapja most is dolgozik azon, hogy biztonságos fedél legyen a fejük fölött, mire hazaér a 11 éves fiú. Hétfő délután érkeztünk meg. És mi tetszett a legjobban eddig? Hát a kaposvári élményfürdő. A gyerekek kaposvári kirándulását is önkéntesek szervezték meg. Hatalmas összefogás van. Tehát pillanatokat összeszedték a kaposvári nagypiacon, ugye a kaposvár éléskamrájában, az ott áruló egyszerű nénikék, őstermelők, árusok, azt a közel 80 ezer forintot, amelyre hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek el tudjanak hozzánk utazni és vissza tudjanak érni. A megyei közgyűlés elnökének felhívására több kamionnyi segélyszállítmány gyűlt össze Somogyban. Gelencsér Attila elmondta, büszke megyéjére és meghajtja fejét a somogyiak előtt. Se szeri, se száma a felajánlásoknak. Több 10 millió forint értékű adományt fogunk a borsodi árvízkárosultaknak eljuttatni, és senki, egyetlen egy ember nem mondta azt, hogy majd ha én bajba leszek, akkor szeretném ezt visszakapni. Senki nem kérdezte, hogy milyen kiváltság jár érte, egyszerűen csak adni akartak. Senki nem megy haza üres kézzel. A ruhák és az élelmiszer mellett sporteszközöket és édességet is gyűjtöttek a gyerekeknek. Mit visztek? Az ajándékcsomagot. Ajándékcsomagot. Innivaló, csokoládé. Ilyesmiket. Lehet azonban, hogy többről van szó, mint egy egyszerű táborozás. Bízom abban, hogy felnőtt korukban ők is ezt a segítséget meg fogják adni másoknak, mert azt hiszem, hogy talán ezt a kis magot sikerült elültetni bennük. A gyerekek mosolya mögött azért most is hervadt tekintetek köszönnek vissza. A család odahaza épít, takarít, fertőtlenít. Sokan kameránkon keresztül üzennek a borsodi falvakba. Mit üzennél nekik haza? Hát, hogy szeretlek, anya. Hiányoznak. A 220 gyerekért szombaton érkezik a vonat. Indulnak vissza oda, ahol pár hete még a víz volt az úr.